egyre több kárt okoznak a visszatelepített hódok. A túlszaporodott hódállomány erdőkben okozott kára immár több tízmilliós nagyságrendű. Stábunk 2014 tavaszán a Duna hazai felső szakaszára, a Szigetközbe és a Hanságba, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT területére látogatott el, hogy konkrétumokat, tényeket tudjon bemutatni. Az azóta eltelt időszakban az erdőgazdaságnál jelentős lépések történtek a hódállomány gyérítésének megvalósításában. Az alapprobléma az, hogy a populáció létszáma most már olyan nagy, hogy el lehet mondani, hogy gyakorlatilag teljesen beélte a területet, tehát mindenhol a területnek bármely pontján járunk, látjuk a nyomait, hogy jelen vannak, és hát hatalmas vízfelületről van itt szó, hatalmas parti sávokkal. Ha mindenhol ott van és mindenhol rágcsál, a sok kicsi sokra megy el alapján, ez hatalmas kárt okoz. Hát elejével mi is kedvesen néztünk rá, aztán amikor elkezdett a károsítása bejönni neki, hát akkor ma nem annyira, mert komoly, nagyon komoly károkat tud okozni a erdőzetnek. Most víz alá került ez a önvetényült parti növényzet, ez egyben tápláléka is lett a hódnak. Helyben volt neki úgymond az éléskamra, és elsősorban ezeket a növényeket, fákat, cserjéket fogyasztotta az elmúlt egy-két évben. Azt viszont tudni kell, hogy ez egy átmeneti állapot, ez a növényzet lassan elkopik teljesen, és újra visszatér a úgymond régi életmódjára, hogy a parti erdőkben fog táplálkozni. Valahol hódvárat, gátot épít, nem jellemző mindenhol, 2-3 helyen tudunk, ahol gátot épít, de zöme helyen csak kotorék a gódukban van bent, és oda húzza be ezt a elrágott csemetéket. Az erdész örül a hódnak, ha látja, mert gyönyörködhet benne, és nem örül, ha munkájának a gyümölcsét teszi tönkre. Ez a tó, ez Isten igazából természetes élővizekkel kapcsolatban nincsen. Ennek ellenére 3 évvel ezelőtt megjelentek a partján a hódok, és azóta valami iszonyatos pusztítást végeztek. Bekerítettük a fákat műanyagrácsokkal, szögesdróttal tekertük körbe. Gyakorlatilag a hód azt a fát is megrágta, ami körbe volt tekerve dróttal, azt is, amit rácsa vettünk körbe. Egyszerűen nem lehet megállítani. Másik komoly kártétele neki, hogy össze-vissza furkálja. Sokszor a főközlekedés útjainkon is egy fél autónyi luk keletkezik, mert beszakadt a kotoréke neki. Tehát ez a másik kártétel. Teljesen mindegy, hogy a Dráváról beszélünk, vagy esetleg a Marosról, mindenhol ott van. Tehát véleményem szerint ma el lehet mondani, hogy Magyarországot teljes mértékben benépesítette már a hód. Valamit mindenképp el kell követni, mert ha ilyen intenzitással szaporodik, mert már mindenhol a határba is, a legkisebb árakba, csatornába jelen van, és nagyon-nagyon komoly károkat okoz. Csapdázás, vadászat, ez mindenképp szükség van. Itt az alsó sziget közben 10 darab hódot ejtettünk el, tehát lehet érzékeltetni, hogy a megyére volt kiadva 254 darab, 13 hód került hivatalosan terítékre, abból 10 itt esett. A szabályok között az szerepelt, hogy vagy oktatási, kutatási célra lehet az elejtett egyedet felhasználni. Mi a 10 darab hódból 7 darabot preparáltattunk ki. Ezek erdei iskolákba, bemutató helyeken, természettudományi múzeumban vannak, 3 darab pedig kutatási célra át lett adva. Hát, hogy mennyi van, ezt nagyon-nagyon nehéz megmondani. Mert mindenhol látjuk, hogy itt is van, ott is van, ott is van, de konkrétan egy számot mondani, hogy mennyi, az nagyon nehéz. Hát, ami most van, ennél lényegesen kevesebb. Akkor lennék boldog, ha sikerülne egy olyan szabályozott keretet kialakítani, hogy bizonyos populáció nagyság mellett a hód békésen élhetne bizonyos területeken, és az erdész is nyugodtan élvezhetné a saját munkájának a gyümölcsét.